117 új hallgató jutott be a Nyíregyházi Egyetemre a pótfelvételi eljárásban, közülük 18-an a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán indított képzéseken tanulnak majd. Mint ismert, a pótjelentkezéseket a hónap elején adhatták be a felvételizők, azok, akik egyetlen felsőoktatási intézménybe sem kerülhettek be a rendes eljárás során. Ők vállalták, hogy fizetik tanulmányaik költségeit. Mindenki csak egy szakra és egy intézménybe jelentkezhetett. A most megállapított ponthatárok azonosak, egyes esetekben csak kevéssel voltak magasabbak az általános eljárásban megállapított pontoknál. Pótfelvételi eljárásra 117 hallgatót sikerült fölvennünk. Ugyanazok a szakok a népszerűek, mint az általános felvételi eljárásnál, tehát a gazdálkodás és menedzsment, a csecsemő és kisgyermeknevelő, mezőgazdasági mérnök, a felsőoktatási szakképzésen a turizmus vendéglátás, és hát az osztatlan tanárszakokra is van bőven jelentkező, testnevelőedző, sportszervező, tehát azt lehet mondani, hogy szinte valamennyi megkérdezett szakunkat bejelölték a hallgatók. Így most már látjuk, hogy 1369 első évesünk van, és ennyi hallgatóval kezdhetjük a szeptember elsőjével az új tanévet. A képzésekre való jelentkezések sora még nem zárult le, hiszen meghosszabbított határidőig, szeptember 2-ig lehet jelentkezni a diplomások számára meghirdetett önköltséges szakirányú továbbképzésekre, pedagógus továbbképzésekre, amelynek teljes listáját az egyetem honlapján találják meg az érdeklődők.